Szép jó napot mindenkinek! Én úgy emlékszem, hogy ez lesz az utolsó része a játéknak. És egyre rosszabbak lettek a dolgok. Kínaiak is utánok vannak, Vinci is. I dreamed of money, cars, women, respect, freedom. I guess I ended up getting all that, more or less. But along with it came prison, living in constant fear, and the blood of my friends. I ducked it as long as I could, but it was finally catching up with me. It was all just a matter of time. És ismét telefoncsörgésre ébredünk. Juhu! Nőkről, szabadságról álmodtunk. Yeah, hello. Vito. Yeah, it's Eddie. Listen, I need you to... Let me guess. You need me to come by right away, and I should bring a gun. For once, I don't. Carlo wants to see you over at the planetarium. Can you say what it was about? Nope. Better head over there now, though. Planetáriumhoz kell mennünk, és Carlo szeretne ott velünk találkozni. És most nem kell magammal a fegyvert vinnem. Egy. Esika, eső! Ajaj. Mr. Scaletta, can you get in, please? Hey, old man, what are you doing back? Just get in the damn car. Now. Szájba az autóba, most. And you are? This is our friend, Mr. Chu. Mr. Chu. Right, so what the hell's going on? What is this? This is about you. Ez rólad szól. Jól elbasztad. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. I probably forgotten more about this business than you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead. And now the feds are breathing down everybody's necks. Because of you. Leo, listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say, and you're gonna listen good. What you did in Chinatown. That was because of that cocksucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You mean when he was butchered? He was working for the feds. He was a fucking rat. That's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, Vito. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. Ez az utolsó esélyünk. Szóval annyi a lényeg, hogy ki kell nyílnunk Carlo Falconét. Nem merem elővenni a fegyveremet, mert nem tudom, hogy egyáltalán van-e nálam bármi. Ezzel talán be tudunk jutni. Jó. Úri van. Hát itt valószínű, mivel lövöldözés lesz, bénázunk egy kört. Azt szeretek lövöldözős játékokban mindig. Úgyhogy, hát annyi, hogy ha most mi nem tesszük ezt meg, akkor nekünk lesz annyi. És azért kell... Ezért kell most kimennünk a
csillagvizsgálóba, és ott elintéznünk a dolgot. Valószínűleg ez a rész egy kicsivel rövidebb lesz. Sokkal. Ha minden jól megy. Mint az eddigiek, de ez a befejező rész. Utána megpróbálom továbbvinni a DLC részeket. Ez lesz a következő folytatás, úgy mint a Mafia 1-ben. A freeride-okat itt is amennyire csak lehet kimaxoljuk a játékot. Amúgy nem rossz kocsit loptam. Nem gondoltam, hogy ennyire fog menni. És megjöttünk. Szkauson parkolunk. Na. Ilyen messze kell szaladni? Elmen meg. Csak hogy még a minimapen meg se jelent. Jó, jön az átjátsza. Átjátsza Vito. Hey, fellas. Hey, Vito. The boss wants to see you. Good. I want to see him too. One thing though, Vito. I gotta take your gun. Yeah, all right. Here you go. Megoldottuk. Ennyi. El akarom tőled venni a fegyvert. Hogy az anyádat? Hát nem tudom, hogy sütjük. Hát még fel se tudtam ébredni normálisan, gyerekek. Tehát, hogy azért na. Kilógott a papókánk. Én mondtam, hogy bénezni fogok. Ennyi szóltam előre. Né, nézed. Szereted, ha szenved valaki, mi? Vissza! Buj! Rohadt szar helyen bújtam el. Húzd le a fejed! Mi a franc? Igagy már az ikat. Ez az. Itt jó helyen vagyunk. Jó. Áú. Ne. Ott nagyon rossz helyen vagy. Menj innen. Oh. Na, ott egy Tommy. Kend legyen, gyere te! Azt mondta, hogy menjek ki és harcoljak. Hát de így nem lehet fegyvert gyűjtögetni, hé! Higgadjatok már! Dugja a fejed! Dugja a fejed! Na! Az az utolsó, az hol van? Bent hátul. Mert én itt nem látom. Egy. Kettő. Tommy. Ja,
ebből még felveszik a lőszert. Nálad mi volt? M1 A1. Jó, elvileg itt eddig rendben vagyunk. Na most itt jön az, hogy megint 1502 két helyről fognak majd támadni. Ott annak bent hátul, már ott láttam, ott fúj. Nem, az egy más. Gyertek csak, gyertek! Jobban el kellett volna bújni. Én már jártam így, a popom kibújt. Nos, ó, mennyivel jobb amúgy ez az újratöltési rendszer, mint az egyben volt. Jó, az ezerszer valósághűbb, mert hogyha egy feltárat kihajítasz, akkor a feltár ott marad. Ez tény. Csak... Az nem jött össze, haver. Kicsit lassú volt-e. Az egy soti volt. Az nekünk... Hát tele van, de azt az egy lőszert betöltjük. Ez így jó, ez így jó. Mehetünk. Vedd fel. Mi van veled, piam? Parazika. Hát így nem lőttél még a életbe. Jó alvás! Sokat segít. Úgy felvenném mindet. 1, 2, 3. Nincsen olyan Tomi, aminek van, mit tudom én, vagy el tudok tárolni hozzá, vagy 1500 lőszert? Nem 150-et. Ott szembe van valaki. Hop. Ne, nem jó. Kubak! Ne arra... Hát ez hülye, ez meg. De most miért így fordult? Ne már, ez így nem jó. Kubak? Gyere ide, buksi! Muti a buksidat! Lép már elő! Látlak! Bepirosodott! Dugd ki a kicsi fejed! Jöttem érted! Játsszál már! Nem nagyon foglalkozunk vele, hogy lőszert. Oszta azt ahonnan, meg ahogy? Hallod, Rozál, hát nem látlak. Az nem jó. Ja, hogy apádnak a sza. Mármint a lapátnak a kasza. Nem beszélünk csúnyán. Ja, most már tárazhatunk. Anyádat!
Dob ki a fejed. Mondom, pocsékolhatunk jelen pillanatban, úgyhogy meg is tesszük. Ugyhogy. Te is olyan jól tudsz rejtőzködni, mint én. Ugyan olyan béna módon, már nem csúnyábbat mondtam ennél. Na, nálatok mi volt? Adjál lőszert. Abban nem kell több. Várjál. De. Nem gyűncsem ki más. Azért nem szeretném, hogyha hátba durogtatnátok, bár mondjuk úgyis akkor spónolja le a játék őket, úgyhogy tök mindegy. Hol benne egy nór? Hát ez így nem jó! Hát, mindenhonnan jön valaki! Ennek mi értelme? Látlak! Vissza a simatomira. Öcs újra. Egy? Így. De honnan gyütti? Innen gyűjté. Az a baj, hogy ti hamarabb észrevettek, mint én. Hello! Várjál, HP. Vissza le. Gadja! Te is! Ott hátul, mit vergődöl? Hello! Hello! Látom a kobakod! Csak nem tudom ellőni. Várjál, tárazok! De az milyen már, hogy nem tudom eltalálni a, ott a feje? Na. Erre gondoltam már, előbb is. De jöhetett volna hamarabb is. Nem emlékszem, pedig ezt tudom, hogy játszottam egyszer, de nem emlékszem, hogy... az én kobakomot is el akarják lőni. Ez egy magnum. Annak volt ilyen... Várja. Egy-egy, köszi. Na várja, tárazzunk. Ezeket itt vedd fel. Vedd már fel. Arra még nem jöttetek rá, hogy a shotgunnal messze nem lehet ellőni? Közelre rohadt jó. De ilyen... Bazz... Jó, hát én a Tommyval se tudok addig ellőni, úgyhogy tök mindegy. Na. Lutty! Elküldtük egy kicsit pihenni. Na, mehetünk tovább. Nem mehetünk! Be gyorsan!
Te nagyon bátor vagy, Rozika. Gyere te! Ott van bent valahol. Itt van! Igadja? Na. Árazunk. Fegyvert gyűjtünk. Nincs. Ne szórakozz. Hát nincs. Jó, de ebben is van 90, ebben van még közel 200. Ebben is van, ebben nincs, ebben is van, ebben is van, ebben, ezt újra tárazzuk. Ezt is, ez... Hú, még olyanunk is van, ó, nagyon jó, akkor mehetünk. Nem tudom, hogy mi fog történni. Nincsen már senki. Az a két ajtó zárva. Open the door! Tommy volt nálunk. This is where they send? This is an insult. What'd they tell you, Vito? Take care of me and all's forgiven? You really think they're just gonna let you walk after everything you did? Then again, chumps like you never do think about the big picture. But your buddy Joe understands, don't you, Joe? What the fuck is this? I could ask you the same question. Loyalty's a funny thing, huh, Vito? No such thing as friendship in this business. Didn't your old pal Leo teach you that while you're sucking his cock back in the can? Hű, sokan vagytok, Rozika! Hello! Ess össze! Ess össze! God damn it! Somebody kill these two psychos! You dumb bastard! You don't stand a chance! You can't kill them all! Uh-oh! De hol a főfaszi? Oh, I kinda missed this. Reminds me of my prohibition days. Jó, hát azt akarom megölni, csak na végre. You know something, Carlo? For the last 10 years, all I've done was kill. I killed for my country. Így van. For my family. Így van. I killed anybody that got in my way. But this one... This one's for me. Fuck. You. Fucking prick.
I sure as hell hope you know what you're doing here. Don't worry, I took care of it. You'll see. So, what was he talking about back there? Nothing. He made me an offer, that's all. Yeah, I figured out that much. What kind of offer? He wanted me to whack you. Said he'd make me a capo. Give me my own crew. You know, pretty much everything I ever wanted. I'll see. Yeah. So why the hell didn't you do it? Remember that $5 you owe me? És? Vége. What the hell is this? It's all right, Joe. Is it done? It's done. All right, then. Looks like a celebration is in order. Come on, let's head to the cat house. Sounds good to me. Come with me, Vito. There's more we need to talk about. All right, we'll see you over there. Oh, nem már. Szerintem én arra emlékszem. So what's the big secret? Hey, what the hell's going on? Where they taking Joe? Sorry, kid. Joe wasn't part of our deal. Igen. Erre emlékszem. Joe-nak annyi. Szóval valószínű itt a vége, fuss el véle. Így van. Ez a rész egy kicsit rövidebb lett. Talán nem is baj. Úgyhogy lájkoljatok, mondjátok el a véleményeteket, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!